Innen az ELTE Vezérúti Kollégiumából indult el egy olyan projekt, ami az egyetemistáknak a környezettudatos szemléletéért tesz sok mindent, rendkívül sok programmal, mi mindent található ebben a projektben, mit kell róla tudni. Ebben résztvevő partnerként szerepel az ELTE EHÖK, az ELTE TTK Hallgatói Alapítvány, az ELTE Környezettudományi Klub és még negyedikként a Vezérhallgatói Egyesület, és ez egy olyan kezdeményezés, ami három alappilléren alapszik, egyrészt intézményi, hallgatói és civil szervezeti együttműködéseken. A programban szintén alappillér, hogy önkéntesek munkacsoportokban végezhetik a környezetvédelmi munkát, ami igazából nem is környezetvédelmi munka, hanem a mindennapok része. Tehát a szelektív hulladékgyűjtéstől kezdve madárbarát kert programig zöld iroda programot is szeretnénk bevezetni. A programban tavaly óta elképesztő változások történtek, mert megháromszorozódott az érdeklődők aránya. Madárbarát kert programot szeretnénk végrehajtani, fásítást, szelektív hulladékgyűjtés leszervezését az ELTE karokon és az ELTE kollégiumokban, zöld iroda programot, illetőleg kampányokat szervezni, és ezt mind maximálisan a hallgatók bevonásával. Van oktatási alprojekt, amelyben oktatási anyagokat dolgozunk ki, és itt a hallgatók munkájából kialakuló anyagokat hallgatók tanítják hallgatóknak. Van játékkészítő alprojekt, amiben környezetvédelmi játékokat hozunk létre, és dolgozunk ki. Első körben a hallgatókra szeretnénk ezt kiterjeszteni, ez 35 ezer főt jelent ELTE kereteken belül, de egyrészt a tapasztalatokat nagyon szívesen megosztjuk más civil szervezetekkel, kezdeményezésekkel, illetve bárhová nagyon szívesen megyünk ezekkel a játékokkal. Partnereink az Ökopak, Ökopannon, Követ Egyesület, Hulladékmunkaszövetség, a Szike Egyesület, az ELTE Füvészkert, és az MME, és ők szakmai háttértudásukat biztosítják, hogy ezek a programok szakmailag magas színvonalon legyenek. Ma azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos dolog, ez a zöld program, ha nevezhetjük így, amiben most mi a kollégiumainkkal, meg nem csak a kollégiumainkkal, hanem a karainkkal is részt veszünk. Speciál ebben a kerületben két kollégiumunkkal veszünk részt, mert minden ilyen dolgot, ami az emberiség megmaradásáért, fennmaradásáért, előrehaladásáért szolgál, azt mi mind a 375 évünk alatt támogattuk. Úgy gondoljuk, az ELTE vezetése úgy gondolja, hogy ez egy olyan program, ami a jövő záloga, tehát a zöld kultúra, hogy megmenthessük ezt a földet, mert most már lassan itt tartunk, és mi szeretnénk ebbe élenjárók lenni. Ehhez megvannak nekünk a szakmai hátterünk, igen, sok kiváló biológus kollégám, akadémikusok, egyetemi tanárok és más nagyon jól képzett kollégák vannak, akik ebben szakmai hátteret tudnak nyújtani. Igen, kiváló hallgatóink vannak, hiszen az ELTE az most is a legdivatosabb egyetem, ha lehet ezt mondani, de ez nem oktalanul van ez a divat, hiszen ide jelentkeznek most is a legtöbben a felsőoktatási intézmények közül, és hát ide is járnak a legtöbben, tehát nagyon képzett és magas színvonalú tudással bíró hallgatók vannak, akikre támaszkodunk, és hát vannak a város számtalan pontján vagyunk, ugye több kampuszunk van a városban, nem tudom én, ha mondhatom, egész a Budaörsi úttól, ahol egy nagy kollégiumunk van, mondjuk itt a Vezérúttal bezárólag, ugye ez a város másik fele már, ugye, és más pontokon is, ugye, vannak nagy egységeink, kollégiumaink, tanulmányépületünk és egyebek, és hát van egy olyan kertünk, a botanikus kert, aminek éppen a minap ünnepeltük, hogy 200 évvel ezelőtt került az úgynevezett Treffort kertbe, és majd onnan csak a pesti nagyárvíz után került a mai helyére, és arra is nyertünk most 400 millió forintot annak a rendbetételére, nem véletlen valószínű, hiszen a pályázatunk az biztos nagyon jó volt. Tehát mindezek, amiket mi most csinálunk, akkor úgy gondoljuk, hogy nagyon szükségesek. Most maga a kerület az meg egy zöld kerület, hát az természetes, hogyha egy zöld kerületben itt van az ELTE, ha csak kollégiummal is, és nem tanulmányi épülettel, hát akkor ehhez a zöld kerülethez mi is szeretnénk hozzájárulni, hogy még zöldebb legyen. Mi mindenféleképpen azt gondoltuk, hogy ez a pályázathoz, amit benyújtottak, ugyanannyit teszünk hozzá, ha nem többet egy kicsit, tehát kvázi önerőt, ha lehet ezt mondani, de tényleg nem sajnáljuk erre a pénzt, és hát ezt a hallgatóinkon keresztül. Mi a hallgatóinkat szeretnénk ebbe a zöld programba egy zöld tudatosságra nevelni, hiszen ők az ország minden pontján ott lesznek, és legtöbbször a mi hallgatóink azok
muzeológusok, régészek, filozófusok, mindenfajta tanárok, az óvónőtől kezdve egész az egyetemi tanárról bezárólag, jogászok az államigazgatás különböző területein. Tehát tényleg ott vannak mindenütt az országban. Ha most már innen egy ilyen zöld tudatos neveléssel kerülnek ki, vagy itt megtanulják ezt, és tovább fogják vinni, akkor nem csak a kerület, nem csak a város, hanem talán az ország fog ebből gyarapodni, ebből gazdagodni, és hát elsősorban még egyszer mondom, a hallgatóinkra támaszkodva kívánjuk ezt megvalósítani. Széleskörű rendezvénysorozatot dolgoztunk ki, amiben filmvetítéstől kezdve környezetvédelmi játékokig, kiállításig minden van. A hallgatók hogyan értesülnek erről a programról, hogyan tudnak csatlakozni hozzá? A program meg lesz hirdetve kari szinten, illetve kollégiumi szinten már szerveződtek a munkacsoportok, tehát hírlevélen keresztül lehetett erre jelentkezni, de akit még érdekel a program, az a www.fenntarthatóság.elte.hu honlapon tud majd regisztrálni és jelentkezni.